Ön a Stíl Kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértői Beck Marian, kertészmérnök, a Stil Kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stil Kft. műszaki marketing menedzsere, a Stíl Gépek szakértője. A műsor házigazdája, Megmenemi Márk, kertészeti vlogger. Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Stíl Kertértők. Sziasztok! Takarítani fogunk. A mai adásunkban takarítani fogunk, mert hogy a kertben már bőséggel hullanak le a levelek, már ugye keletkezik a mindenféle limlom, amit össze kell szedni, mielőtt jönnek a komoly fagyok, jön a komoly hideg, mert ha egyszer behavazódik az a sok levél, már ha egyáltalán van hó, akkor onnan már nehéz kiszedni, úgyhogy ilyenkor kell szépen fokozatosan össze a dolgokat. Szerencsére elég sok eszköz áll a rendelkezésünkre, amikkel ezt már tudjuk gyorsítani, mint például egy jó kis lomfú, de hogy arról fogunk beszélni, hogy hogyan szedjük össze, és mit kezdjünk azzal a sok dologgal, amit összegyűjtöttünk, mert hogy e, megint csak értékes tápanyagok vannak a birtokunkban, e, amiket akár fel is tudunk használni, illetve vannak olyan dolgok, amiket viszont nem tudunk felhasználni, úgyhogy ezekről e, fogunk beszélni. És ennek akkor rögtön egy nagyon fontos és visszatérő kérdéssel indítanék, amit Márton nevű hallgatónk meg is kérdezett, hogy mi legyen a diófa levelével. Ti mit szoktatok kezdeni vele? Hát nálunk van diófa, és ráadásul pont a gyep közepén, <laughs> úgyhogy összegyűjtjük a leveleket, és ezeket a leveleket külön szoktuk gyűjteni, tehát nem a komposztálóra tesszük. Az is megoldás egyébként, hogyha a talajba forgatjuk, ha van olyan terület, ahol éppen nincsen növényünk, de, de van ennek egy külön gyűjtőkosara, és egyébként az is lebomlik, és egy-két-három év múlva ugyanúgy felhasználható, mint a többi komposztálóba tett szerves hulladék. Laci, te? Hát nálam szintén egy hatalmas diófa volt tavalyi évig, amikor sajnos szegény megelégeltem, főleg itt a, termés ügyből kifolyólag. Megváltatok egy Megváltunk egy bár nagyon kedveltem, mert hát annál nincs hangulatosabb, mint az ősszel, vagy hát a nyári napokon a diófa árnyékában csörögni. De volt egy ilyen gyepfelület, ami halmozott a hátrányos helyzetben került itt a diófa törzsétől nem messze. Nálam az volt a megoldás, hogy ö, én ö, összefújtam egy nagy kupacba, vagy összeszedtem egy nagy kuparcba, utána az egészet ledaráltam, ö, vagy egy komposztálógéppel, vagy pedig egy ilyen nomszívó szecskavágóval és szépen, körülbelül még így is ledarálva, ahol körülbelül a tizedére, tizenkettedére érszük össze a mennyiség, így is egy 6 8 diólevél, diólevelhez sikerült hozzájutnom, amit hálisten, Isten az általam emlegetett kedvenc kerületünk már korábban emlegetett kedvenc kerületünk ingyen és bérmentve elszállít az őszi időszakban. Tehát én nem vacakolsz azzal, hogy, hogy komposztált, hanem akkor zöld hulladékban. Hát igen, elvíteted. gondolom vagyunk így egy pár, hogy területünk sem nagyon van hozzá, tehát hogy annyit komposztáljunk, illetve tényleg olyan kicsi a kert, hogy végén ott, ott, fog tartani, hogyha nem csak, ha csak nem adom el a maradék komposztot, akkor már tényleg nem tudok vele mit csinálni. És ami nagyon fontos kérdés, most sajnos, hogy emiatt a fránya diófúró légy miatt hát a, a dió nagy része csak ilyen fekete rettenetként húlik le a földre, tehát nem nagyon lehet vele mit kezdeni. Nálunk ez most konkrétan mondtam, három vödörnyi diót eredményezett, hogy ti mit, mit javasoltok, mit lehet kezdeni ezzel a lehullott dióval? Hát ez nálunk is sajnos így van, hogy épp diónk az nincsen, se tavaly nem volt se idén. Szörnyű. És bár a leveleket mi nem gyűjtjük ezekbe a zsákokba, de a, de a termést azt, azt mi is ebbe kell, hogy gyűjtsük, és akkor ezt ugyanúgy elviszi a, a nálam így lakunk, és itt ugyanúgy elviszi az önkormányzat két hetente. Megy a, meg a bioerőműbe. Én, én még arra gondoltam, hogy nekem van azért bőségesen helyem, hogy én egyszerűen ások egy nagy gödröt, és akkor oda beszórom, és aztán majd a természet elintézi, ugye a, a, a sok kutyakakival akival is ugyanez szokott lenni, úgyhogy a, a kutyak, akik mellé bekerülnek a, a diók is, milyen szörnyű, hogy ilyen, ilyen sorsra jutnak végül a Na, finom dió. Igen, de ahol nagy, nagy kerttár rendelkezésre és mondjuk tényleg van egy olyan terület, ahol egy, egy kevésbé frekventált helyen, ahol te ezt megteheted, akkor, akkor nyugodtan el lehet ásni. Mennyire vagytok ilyen, ilyen nagyon tüktik kert tulajdonosok? Tehát mindent szépen össze szoktatok takarítani ilyenkor ősszel, vagy azért ö, csak módjával? Látom, Marian, te azért így... Hát nekem te, a... te olyan vagy, mint én, ezért nem De A bevezetőnél a... sajnos az jutott eszembe, hogy már hetek óta nézem, hogy volt még, nem tudom mikor volt az, amikor ilyen szürke színű eső esetett, és az ablakok, a szépen megtisztított ablakok, azok nagyon Szar csúnyák lettek is. És ez jutott eszembe, hogy az tényleg, az most hogy szépen elfelejtettem, pedig az vissza kéne térnem. Hát ő, én, én, elég elég rendmániás vagyok, bent nagyon, és kint is azért próbálok az lenni, de ugye a kertész kertje az általában azért úszik, és, és mindig de van mit. Cipője. Igen, mindig, mindig van mit ö, csinálni, ö, viszont nem is vagyok annak a híve, hogy, hogy mindenhonnan például a lombot össze kell gyűjteni, vagy a gyepről azt folyamatosan össze gyűjtjük, és egyébként azt szerintem egy nagyon jó kis sport is, akár egy ilyen szombat délutáni közös program. A gyerekek nálunk beleteszik a vödrökbe, és akkor hordják a komposztálóba, mi pedig lombsúprűvel összeszedjük, illetve amit még most például hétvégén én végeztem, hogy a, a térkő kis rései közül a gyomnövényeket kiszedegettem, mert hogy ezt nem szoktam gyomirtózni, hanem, hanem inkább végigmegyek a... <laughs> elég sok térkő van, de inkább végigmegyek, és erre a legjobb szerszám nálunk, ez a festős patula, mert hogy azzal nagyon jól beférsz a kicsi is, és szinte gyökerestül ki tudod szedni ezeket a gyomnövényeket, és egyébként ez is egy tök jó gyerek program, mert ezt imádják csinálni, és ő neki könnyebb talán legugolni is, mint nekem, aki recseg ropog ilyenkor. Ó, te szegény! <laughs> És akkor Te valaki, aki nem látta, ide elképzel, egy ilyen néni kép, egy ilyen fejkendővel. <laughs> Igen, még jó, hogy mi látjuk egymást. Úgyhogy ö, törekszünk arra, hogy, hogy rend legyen, is, és, és ezek a kerti utak is rendben legyenek tartva, illetve a gyep, ö, és a leveleket pedig azért folyamatosan összegyűjtjük, de ami, amit említettem, hogy nem mindenhonnan, például a, az évelők alól nem szoktam ilyenkor összegyűjteni a lombot, mert hogy ez egy, ez egy nagyon jó kis komposzt gyakorlatilag ott a, a tél folyamán, ezt tavasszal fogom majd csak onnan összegyűjteni, amikor már rendezem a, a kertet a, a nyárra, a tavaszra. Laci, te mennyire vagy? Hát elmes. nálam az, az a helyzet, hogy én is úgy ö, nem azt mondom, hogy a maximalista vagyok ebből a szempontból, viszont mivel összesen egy ilyen 200-250 négyzetméternyi kertem valami ami nem túl nagy, azért úgy vagyok, hogy ez egy akkora terület, amit azért illik szépen rendben tartani és gondosan, tehát én, én szinte a Fagyokig, meg még a fagyok után is, ami akkor esik le levél, lomb, levél, azokat is ö, igyekszem összeszedni. Tehát természetesen állami is vannak olyan területek, hát van egy borzasztó nagy, kb. 12-14 négyzetméteres konyhakertem, amire hogyha rajta marad a lomb, és ott hagyom, és majd a tavaszkor, tavasszal, amikor beásom a komposzttal együtt, akkor ö, kerül el onnan, az annyira nem szokott zavarni, de hát a gyepet, meg a, meg a különböző térköves felületeket, azokat igyekszem azért úgy megcsinálni, hogy tavaszig, ha ránézek, akkor ne legyen benne kivetni való, és ne is nagyon legyen vele gondom. Igen, az, az szörnyű. Én hallottam már olyanról, aki nem szedte össze összel, és, és az, amikor megi, megjön az első hó, és akkor látja, hogy egy hullik rá erre, és akkor na, akkor már tudatosul, hogy akkor ezt most már majd csak tavasszal lehet összeszedni, az nem, nem jó érzés. De egyébként nem csak azért célszerű rendet tartani a kertben, mert hogy nem esztétikailag nem mutat jól, hanem ugye nagyon sok kártevő is át tud telelni ezeken a, ezeken a, a, leveleken. És ugye ez a legnagyobb ellenérv, mert ugye van olyan, van olyan iskola már, aki azt vallják, hogy, hogy ne piszkáljuk a levelet, hagyjuk ott, hiszen egy fontos tápanyagról van szó, ami ugye visszakerül a körforgásban a talajba, ami, ami egy jó érv, de közben az pedig ellenérv, hogy, hogy ezeken a leveleken, a levelek alatt nagyon sok kártevő és patogén át tud telelni, tehát hogy ez, ez a kettő, kettő, ellentmondásban van egymással, én is inkább annak a híve vagyok, hogy akkor azt, azt szépen össze kell szedni, és akkor mehet a komposztba, ahol viszont a, a legtöbb kártevő meg elpusztul, és akkor utána Na, viszont visszatesszük, és mégsem vész el az a tápanyag. Igen, én inkább itt például a díszbokrokra gondoltam, ahol meghagyom a leveleket, de mondjuk a gyümölcsfák alól ott feltétlenül össze kell szedni pont emiatt, és azért sok olyan kártevő van, ami egyébként akár a komposztálóba is átterelhet. tehát például látja az ember, például hogy... Egy vaddisznó. <laughs> Ahol, ahol látja az ember, hogy például a gyümölcsön fennmaradtak moniliás gyümölcsök, vagy lehullott a földre, azokat ne a komposztálóba dobáljuk, hanem inkább ássuk el, mert pont emiatt a komposztálóba nagyon jól át tud ezt telelni, és utána a tavasszal meg majd újra fog fertőzni. Laci, említetted, miközben beszéltél a te szok, takarítási szokásaidról, a lomb szívót, aprító lomb szívót mi a különbség a lomszívó meg a lomfújó között? Melyiket javaslod inkább egyébként? Ezt az egyik hallgatónk Józsi kérdezte is, hogy a lomszívó vagy lomfúvó az, amit javaslunk. Hát elmondhatom, hogy a két gép ugyanaz, attól függ, hogy melyik felével akarunk dolgozni érten. Tehát, hogyha ahol a levegő beszívásra kerül, azzal használjuk, akkor szívó, túloldalán pedig ezt a levegőt hogy valahogy eltávozik. Hát természetesen nem ilyen egyszerű a dolog de magának a gépnek a felépítése az nagyon hasonló, magának a két különböző rendszernek a felépítése nagyon hasonló. A lomfúvók igazából különböző teljesítményben készülnek, ö, nagyon praktikusak arra, vagy hívják őket légseprűnek is több helyen, hogy összegyűjtjük, összegyűjtsük vele vagy a fű területről, vagy pedig valamilyen térköves területekről a, a lehullott leveleket. A lomszívó pedig ugyanezeket a leveleket tudja felszívni, és még össze is darálja, tehát mi egybe szoktuk mondani, egy lomszívó szecskavágó, tehát ő összeszecskázza. Viszont itt nagyon sokan abban a hibába esnek a lomszívó esetében, hogy úgy képzelik el, mint egy porszívót, hogy akkor ő szépen végigmegy vele a kerten, és akkor, mint a lakásból a porszívó összegyűjti a leveleket, hát ez sajnos nem így működik, tehát egy ilyen Lombszívónak a cső átmérője maximum 10-15 azért Ez egy elég, egy nagyobb kert esetén ez elég macerás lehet ezzel a munkaszélességgel végrohangálni. Úgyhogy itt az szokott lenni a megoldás, hogy ezek a szívógépek általában a is tudnak működni. Először kupacokat képzünk, tehát összefúvunk ilyen kupacokat különböző területekről, ahogy éppen kényelmes vagy éppen az praktikus, majd utána a gépet átszereljük szívó rendszerűvé, tehát romszívó részre, és akkor ezeket a kupakacokat úgymond megetetjük ezzel a géppel, ahogy beszívja ezen a vastagabb csövön a leveleket, hogy le is darálja közben, és egy ilyen zsákba már egyből be is gyűjti. A saját tapasztalatom az, hogy a, azért a lomfúváshoz kell jócskán gyakorlat, hogy ezt jól csinálja, mert ha nem csinálja jól az ember, akkor csak az történik, hogy hú, szétfújja még jobban 86 felé. Tehát, hogy tényleg kell egy rutina ahhoz, hogy ezt megtanulja az ember terelni azokat a leveleket, meg, meg, meg inkább a száraz levelekkel működik. De, hogyha valaki nem annyira türelmes, és inkább mondjuk csak egy lomsöprűvel szedi össze, akkor is meg lehet ezt csinálni, mert a lomsöprűvel összegyűjtött kupacokat is belehet be lehet akadarálni egy szívó szecskázóval. Pontosan ez a fúvógép Kis, ter, kis telek esetén és egy kis terület esetén is azért veszélyes tudni lenni, mert lehet, hogy az ember letakarítja ugyan a kert, kertről a, a fűről a lombot, ami a teraszon fog kikötni, és akkor onnan ez kell összeszedni. Az mondjuk elő... a jobb megoldás. Előfordul az ilyen is, meg mondjuk az ablakpárkányba is bekerülhet, tehát azért öt, öt, észnek kell lenni. Esetleg ami a szívó öt, lomszívásra még lehet használni, például fagyalbokrok alatt, vagy sövények alatt, vagy rózsák alatt a leesett rózsaleveleket, talán azon a kisebb szakaszokon, mert általában ezek nem nagy szakaszok, érdemes használni, mert itt nem szeret az ember annyira bujkálni, főleg egy sövény vagy nagyisten Isten, ugye egy ilyen rózsalugasnál, ahol azért akármilyen kesztyűt is fel az ember érhetik balesetek, tehát ilyen kisebb szakaszokon ennek a lomszívásnak van értelme, de különben én mindenképpen azt javaslom, hogy először összekopacolni, akár a fúvó résszel, vagy a vagy akár az által említett lombsöprővel, és utána pedig ezt össze Erre jó ez, egyrészt ez a lombszívó szecskavágó is, vagy pedig hát a komposztáló gépek családjában is létezik olyan, ami kimondottan ilyen látszárú anyagok komposztálására alkalmas, olyan készszerkezete van, és oda is akár a, a, a látszárú növényeket, leveleket, olyan gyümölcsöket, amit mi mondjuk már azt mondjuk, hogy nem érett meg kellően, vagy már túl sok van otthon, illetve a nem, természetesen nem beteg, mert mint tudjuk az beteg növényt nem idik komposztán, de ezeket is nyugodtan be tudjuk dobálni, és egy nagyon jó komposztot tudunk készíteni. A két, két komposztáló közül ez melyik fajta? Mert ugye van egy, ami, ami ugye aprít, és van egy, ami zúz. Ez melyik az úzó vagy az aprító típus? Ez mindenképpen a, az aprító, tehát egy ilyen körkéses aprító komposztáló még a lomfúvókra, kicsit lomfúvó, lomszívó területre visszatérve, milyen, milyen, gépeket kínál a stíl ebben a palettában? Jelenleg úgy néz ki, hogy lomfúvógépből mind a három motortípusból, tehát mind elektromosból, mind akkumulátorosból, mind benzinmotorosból léteznek különböző alternatívák. Itt elmondhatjuk, hogy Venzimotoros benzimotoros változat esetén létezik olyan, ami háti ö, motoros, tehát nem a kezünkbe hurcoljuk a motort, hanem a hátunkon van. De hát ezek már általában nagyobb, komolyabb gépek, ezek közeletek használják tényleg ö, több ö, hektár megtisztítására, illetve van annak a kézi változata. Lomszívó, szecskavágóból egyelőre csak elektromos és benzimotoros rendelkezésre, akkumulátorosból csak fúvógépünk van. De itt a teljesítmény paletta a fúvógépek esetén például az akkumulátoros fúvógépek teljesítménye már eléri a kézben tartott benzinmotoros gépekét, tehát, tehát egy igen komoly teljesítményt tudunk kivenni ezekből az akkumulátorokból. Az tényes is való, hogy ez az akkumulátor működési idejére is hatással van, tehát ahol nagy teljesítményre van szükség, ott a működési idő is egy kicsit rövidebb. Milyen védőfelszerelést javasolsz ezeknek a használatához? Mert azért tudom, hogy mondjuk például egy, egy, egy szívógép azért föl tud kapni némi kavicsot is, amit aztán ki is dob hátul, tehát azért lehetnek problémák ebből. Igen, nagyon jó, hogy említett, tehát mindenképpen valami hosszú nadrágba végezzük ezt a feladatot, hiszen ha fúvás közben is előfordulhat az, hogy falnak ütödik és visszapattan valami apró kavics darab, ágyisten, valami egyéb veszélyes üveg, vagy valami hasonló, hogyha esetleg a járda járdánkat tesszük, az utcafrontot tesszük, rendben ott azért sajnos találunk olyan dolgokat, amit nem mi hagytunk ott, hanem egyéb honfitársaink, vagy valami autóból kiesett, ebből komoly balesetek lehetnek. Illetve amit nagyon fontosnak tartok, az a szemüveg viselése, hiszen védjük a szemünket ugyanúgy a, a visszapattanó vagy visszaszálló különböző anyagok ellen. Nem teljesen a takarítás téma körébe tartozik, de mindenféleképpen most aktuális. Az a, a lemosó permetezés. Ö, nem tudom, Marian, te szok, szok, szoktatok-e ilyen lemosó permetezést ősszel? Hát nálam ezt az apukám is a páron végzi, úgyhogy lemosó permetezésben nem vagyok egy prof. Viszont, viszont igen, azért ilyenkor ennek mindig sort kerítünk. Mi próbálunk mindig olyan szereket használni, amik biominősítésűek, mert hogy az egész kertben egy ilyen természetesebb vonalt képviselünk, de, de én ezt a férfiakra bízom. A permetezés, férfi munka. Én nagyon szoktam élvezni egyébként a, a permetezést. Egyetlen egy problémám szokott lenni, mert hogy milyen magasabb ö, ö, növésű növényeket, például a diófát, amit sajnos most már évek óta permetezni kell, nehezen tudom fölfelé lepermetezni. Ö, nem tudom, van erre valamilyen technika, naci, hogy mivel lehet ezt jobban megoldani, hogy az ember mondjuk egy ilyen jó motoros háti permetezővel azért egész magasra is föl tudjon permetezni? Hát ö, a mi általunk használt motoros háti permetező, még egy ilyen légsebesség, nagyobb légsebességbe bejuttatott ö, vegyszer, kiutatásával adja a permetanyagot. Ez, ez igazából ennek is korlátai vannak, tehát hogyha ezt a kezünket a permetező csőre tart, a 45 fokos szögbe felfele tartjuk, akkor érjük el, el elvileg annak a, a parabola pályának a tetejét, ahol a legmagasabban hatnak ezek a de hát a legmagasabb, a legnagyobb magasságra tudjuk feljuttatni a permetszer, de hát ez olyan 6-7 méternél igazából nem tud több lenni. Tehát egy, egy diófa, ami azért ennél általában jóval magasabb, vagy két-háromszorosa is tud lenni, hogyha nagyon belekap. Erre én igazából olyan permetezési megoldást nem tudok, ami... ami helikopteres. Az helikopteres talán, igen, ami vagy drónos, ami esetleg erre megfelelhet. Itt arra vigyázzunk, hogy szeretnénk elérni a maximális permetezési magasságot, mint egy gyümölcsfa esetében ez a 6-7 méter általában életszerű, tehát annál nagyobbra nem szoktuk őket hagyni, mondjuk ez vagy egy szilvát, vagy egy almát, akkor arra figyeljünk, hogy a kezünket az csak könyökből hajlítsuk ezeknél a típusú permetezőknél, ne pedig vából emeljük, mert akkor ez a légáram, amiben a légáram fut, ez a gégecső, ez megcsavarodhat, és akkor jóval kisebb levegőmennyiség jut át a, a permetező csövön, illetve a légárom generáló csövön, és ezért, ezért ö, jóval alacsonyabban tudunk csak permetezni. Tehát mindenképpen arra vigyázzuk, hogy ez a, a cső, ez mindenképpen ö, csavarodás és törésmentes legyen, miközben használjuk. Tehát könyökből dolgozzunk, ne válból. Pontosan. Van még egy hallgatói kérdésünk, ami inkább egy kicsit az előző adásunkhoz kapcsolódik, de szerintem fontos, hogy, hogy megválaszoljuk, hogy Szoktuk-e kell-e takarni a gyepet télire valamilyen múlcsal. Marian, te vagy a nagy gyepbűvölő. Nagy mi, 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 a, mi a verdikted ezzel De jó, kapcsolatban? Hogy takarjuk vagyok, nem vagy más. ne takarjuk a gyepet? Ö, hát nem takarjuk a gyepet, ugye a lombot is folyamatosan gyűjtjük róla össze, amiatt, hogy ö, így nem kapnának elegendő napfényt, levegőt, ö, csapadékot a, a fűszálak illetve az, amiről az előző adásban is beszéltünk, hogy ilyenkor azért, hogyha, hogyha úgy látjuk, hogy szükséges, akkor egy gyepszelőztetést még el lehet végezni, és, és a gyeptrágyázás ehhez kapcsolódóan, tehát így lesz komplex, az, hogy így lesz, így lesz komplex a folyamat, hogy a, hogy a gyep jól bírja a telet, ne érje fagykárosodás, hogyha, hogyha odafigyelünk arra, hogy a fűszálak megfelelő tápanyaghoz jussanak fényhez, csapadékhoz, és ez az szükséges, hogy hogy a fűszálak között ne akadályozza semmit, tehát ne legyen egy filc rétegünk, egy mulcsrétegünk. rétegünk. Én még annyival egészíteném ki, hogy amivel kedvezhetünk a, a téli gyepnek az, hogyha mondjuk nagyon hideg van és, és fagyott a gyep, akkor ne nagyon járkáljunk rajta, mert azt nagyon rosszul viseli, hogyha meg van fagyva, és mert ha jól letapossuk, Igen, hát akkor minél inkább békén kell hagyni a gyepünket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, szerintem így a, a összegeztük a dolgokat, amit a, a mostani őszi teendőket illeti. Nyilván még igen sokat tudunk ö, majd beszélgetni magáról a tél előkészítési folyamatokról, mert winter is coming, ahogy a trónok harcában mondják, akárhogy is van, közeleg a tél, és következő adásunkban pont erről fogunk majd beszélgetni, hogy mit ö, érdemes csinálni a, a gépekkel, hogy jól átvészeljék a telet, és tavasszal pöcre tudjanak indulni, és ne azzal kelljen bíbelődés hogy a már Laci hát a sokszor emlegetett túlterhelt szervizekbe kell őket elcipelni tavasszal, ahol ráadásul ilyenkor nagyon sokat kell várni arra, hogy sorra kerüljenek a mi gépeink, úgyhogy ezzel kapcsolatban lesz majd nyilván laci sok-sok jó tanácsa felénk. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és további jó kertészkedés nektek is. Sziasztok! Sziasztok!